Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Remélem, hogy most is érdekelni fog benneteket a József története, hiszen már korábban beszéltem róla. Ez alkalommal Mózes első könyve 45. részéből az első 15 vers alapján fogok veletek beszélni József történetéről. Emlékeztek rá, hogy van egy ember, akit Jákobnak hívnak, 12 fia van, és az egyik különösen a kedvence volt József, szép ruhát csináltatott neki, a többiek pedig irigykedtek Józsefre. Súlyos gyűlölködés alakult ki a testvérekben, eladták az öccsüket kereskedőknek, és így került József Egyiptomba, ahol pedig börtönbe vetették őt, és mint fiatal ember ott raboskodott ártatlanul. Ez nagyon szomorú dolog. És sok értelmes dolgot tett József, Isten mindig vele volt, mély gondolataival voltak, mélyen belelátott az emberek szívébe, és hogy ő egy különleges eszköze volt Istennek. A mostani történetünket azzal folytatjuk, hogy a fáraó, aki a 7 kövér és 7 sován tehénről álmodott, a 7 szép búzakalászról és a sovány, vékony, gyenge kalászról olvastunk, amit a fáraó álmodott, és József megfejtette annak az értelmét. Azt jelentette ez, hogy 7 bőesztendő, és az alatt a termés begyűjtik, amikor eljön a 7 szűk esztendő, akkor tudnak az embereknek enni adni. Az az igazság, tudjátok, hogy nem csak Egyiptomban voltak bajok, hanem a világ más részén is volt nagy szenvedés, ínség, az embereknek nem jutott ennivalójuk, nem volt kenyerük, és sokan éhen haltak. Kánaánban lakott József és az ő családja, és ott is száraz idő volt, nem volt termés, és fenyegette őket a pusztulás. És ekkor azt mondta az apa, hogy Egyiptomban most vannak nagy lehetőségek a bevásárlásra, lehet kapni búzát, árpát, meg hasonló tápanyagokat táplálékunkhoz, sok mindenre szükség van. És ezért azt mondta az apa, hogy jó volna elmenni Egyiptomba. Úgy döntöttek, végül is meghányták, vetették a dolgot, mert hát Egyiptom azért nem olyan közel volt, nem a szomszédban volt. Úgy döntöttek, hogy a fiúk elmennek, 10 fiú elmegy. Benyámin volt a kisebb, őt otthon hagyták. Az út hosszú volt, és szamarakkal mentek. És hát készültek nagyon, hogy majd ott milyen sok mindent be tudnak vásárolni. Hát a szamaraknak nem nagy kedvük volt erre a hosszú útra, néha mozgatták a fülüket, vannak olyan ügyes szamarak, akik így el tudják hajlítani a fülüket.
így áll a fülük, és akkor így is el tudják hajítani. Hát ilyen szamarak is voltak a többiek között, és szép lassan mentek a szamarak, nem sietnek el végre, apró léptekbe mennek, aztán, ha megbokrosodnak, akkor nem mennek. Egy lépésre, akárhogy erőlteti a gazdája, nem indul el. Hát szoktuk is mondani, hogy olyan makacs, mint a szamár, nem akar menni. Hát ezek most elindultak, de hogy útközben még eljutottak Egyiptomba, hát nem is tudom, hogy mi minden történt. Itt a képen láthatjátok, hogy hogyan indultak útnak József testvérei, mindenki nagy reménységgel, mindenki vitte a pénzét a zsebében, és remélték, hogy meg tudják venni a szükséges búzát, árpát, amit majd felhasznál aztán a család. Hát nagyon hosszú út volt. Nem tudom, hogy ti szeretnétek-e szamár hátára ülni, vagy ültetek-e már, vagy a ló hátán. Gondolom, hogyha ilyen sokáig kellene a szamár hátán ülni, megunnátok ti is. Félnétek a szamártól? Hát a szamár szokott ijászni, hogyha valami jelzést akar adni. Hát igen, látjuk itt a képen, hogy mennek Egyiptom felé. És József testvérei a hosszú út után sokszor megpihentek útközben, abrakot kellett adni a szamaraknak is, legeltek is a szamarak, ők is pihentek, vittek magukkal kis ennivalót, szegényesen ettek, és megérkeztek végül a nagy magtárokhoz, ahol tárolták a gabonát, és készültek a bevásárlásra. Hosszú sor állt. Hát nem csak Kánaánban volt éhség, hanem más helyeken is egymás után álltak az emberek, sorba álltak, és könyörögtek, hogy kapjanak búzát. És végül rájuk került a sor. A szamarak nagyon unták már a várakozást, és némelyik rugdosódott is, hol a jobb lábával rugott hátra, hol a bal lábával rugott hátra, meg így elgörbítette a fülét. Így elgörbítette a fülét, mert szamarak is bosszúsak voltak, hogy ennyi ideig sorba állni. Ott voltak tehát a nagy magtárak között, és az egyikben volt éppen József. Ott volt József, és József nézte ezeket az embereket. Ezek másképpen néztek ki, mint az egyiptomiak, másképp öltözködtek, és így tovább. József meghallotta, hogy héberül beszélnek az anyanyelvén, és ahogy ott figyelte őket, rájött, hogy ez a 10 ember az ő testvérei. Ezek az emberek azok, akik őt kútba dobták, és gyűlölték őt. Ezek az emberek most sorbálnak, és ott azon a helyen, ahol ő van, ott kérik, hogy adjanak nekik megfelelő mennyiségű búzát, és hogy nézte őket, és hogy megrendülve felidéződött benne a régi idő, és felismerte őket, hogy ezek az ő testvérei. De a testvérek nem ismerték fel Józsefet. Még ilyen gondolatuk sem volt, hogy Józsefet, eladtuk Józsefet, ki tudja, hol van,
nem is érdekel bennünket, de azt nem is gondolták volna a testvérek, hogy József egy magasrangú ember lett Egyiptomba, a fáraónak, a királynak a legbizalmasabb embere volt. József, amikor meglátta a testvéreit, megdobbant a szíve a szeretettől, és nem a gyűlölettől. Nem az forgott az agyába, hogy na, itt az alkalom. Én is megtehetném, hogy kútba dobjam a testvéreimet. Én is megtehetném, hogy eladjam őket, és rabszolgák lehetnének itt Egyiptomban ők is. Megtudnák, hogy mi az a rabszolga élet. József félrevonult, és elkezdett sírni. Egyre hangosabban zokogott, és még az egyiptomiak is meghallották, hogy József nagyon keservesen sír, és nem tudták eltalálni, hogy mi lehet ennek az oka. De hát József egyrészt sírt azon, ahogy bántak vele a testvérei, és sírt örömmel azon, hogy ő meg tudott bocsátani neki. Hogy azt a sok rosszat valahogy megbocsátotta nekik, és tudott a szívében örülni a testvéreinek, hogy látta őket, hogy segíthet nekik. József, látjuk a képen is, hogy milyen keményen sír, és mennyire fáj neki. A József testvérei nem is gondolták volna, hogy az az ember, akivel dolguk van, hogy az az ő vérszerinti testvérük, hogy az ő testvérük. Eljött az a pillanat, amikor József odaállt a testvérei elé, és azt mondta nekik, hogy én vagyok József. Éle még apám Jákob, aki nekem annak idején cifraruhát készítetett, és hogy annyi sok szeretetet kaptam tőle. Ekkor a testvéreinek még a lélegzete is elállt, kidülesztették a szemüket, hogy ez József, a mi testvérünk, hát hogy? Hát hogy kerül ide József? Megrettentek a testvérek. Elállt a lélegzetük, amikor hallották ezeket a szavakat. Féltek nagyon. A nadrágjuk is reszketett. A bajuszuk minden szála reszketett. Úgy féltek. Féltek, hogy József nekiugrik a torkuknak, és a földre teperi őket, hogy megöleti őket. Tényleg, gyerekek, nagyon csúnya dolog volt, hogy a kútba dobták az öccsüket. Rettenetes dolog volt, hogy eladták a testvérüket. Abban az időben egy emberért 20 vagy 30 ezüst pénzt adtak, attól függött, hogy izmos volt, erős volt, milyen volt a foga, a szeme, jól látott-e, hogy mire lehet használni, hogy kemény munkára lehet-e használni. És féltek, hogy József bosszút áll, mert ők zsebretették az ezüst pénzt, és vettek maguknak mindenféle dolgot, finom fagyikat vettek rajta maguknak, meg sok mindent, számítógépet is, meg okostelefont is, mindent vettek maguknak, végre van minden dolog, amit szeretünk. Tényleg piszkos dolog volt. Gondolták a testvérei, hogy eladtuk.
Hát micsoda szív kellett ehhez, hogy eladjuk az öcsénket. Látjátok, ez az a pillanat, amikor József feltárja azt, hogy ő a testvérük. Eddig tolmáccsal beszélt velük, hogy ne tudják meg, hogy kicsoda ő, de most megszólalt az ő nyelvükön. És ekkor, amikor megrendülve ott állnak a testvérek, akkor József azt mondja, hogy jöjjetek közelebb. És kitárta József szeretettel a karját, hogy külön-külön mindegyik testvérét megöleli, magához öleli azokat, akik nem szerették őt, akik Jákobnak, az apjuknak is fájdalmat okoztak, mert azt hazudták otthon, hogy Józsefet egy vadállat széttépte, és mutatták a vérrel bekent ruháját, hogy na, a kedvenc fiad meghalt, és csak ez a véres ruha maradt. Jöjjetek közelebb! Kitárt kallal hívta őket. Eddig távol voltunk egymástól. Jöjjetek közelebb! Az Úr Jézus is pontosan így volt, hogy mi nem szerettük őt, kútba dobtuk, a keresztre küldtük a bűneinkért. Meghalt a bűneinkért. És ez a Jézus most hív benneteket, gyerekek, hogy jöjjetek közelebb, jöjjetek ide hozzám, és hogy én szeretni foglak benneteket, és hogy a szívetek is megváltozik, ha hisztek bennem. Jézus vár titeket, aki meghalt a Golgotán, aki feltámadt, aki él, és lelke által a mai napon is velünk van. Távol volt a testvériség Józseftől, mert nem szerették őt, és egyesével elindultak. Közelebb léptek a testvérükhöz, és néztek csodálkozva, hogy van ilyen, hogy megbocsát, hogy nem haragszik, hogy szeret. Hát mi ezt a gonosz dolgot tettük vele, és hogy a szívére ölel. Gyerekek, biztos ti is szoktatok haragudni. Valaki megbánt benneteket, az osztálytársaitok közül, vagy a testvéretek megbánt, és hogy meg tudtok-e bocsátani, vagy a szívetekbe melengetitek a haragot iránta. És milyen boldog helyzet volt ez, hogy a testvérek odamentek, és József megölelte őket. József nem bántotta őket. Meg tudott nekik szeretettel bocsátani, mindenkit szeretett, mindenkit az asztalához ültetett, és mindenkit bőségesen ellátott. Féltek a testvérei, hogy majd mégis egy napon József meggondolja magát, és bosszút áll. De mi történt? József egy napon aztán azt mondta nekik, hogy ti rosszat tettetek velem, de Isten ezt a rossz dolgot végül is jóra fordította, mert elkerültem így Egyiptomba, és így tudok gondoskodni rólatok, hogy éhen ne halljatok apámról, rólatok. Testvéreimről, sőt, más emberekről, népek is jönnek ide, a szomszéd népek is jönnek ide, búzáért,